Üdvözlöm a porcelán kedvelőket, ebben a részben, folytatva az előző rész szerinti időrendi ö, szisztémát, tehát folyamatosságot, most ö, két porcelán manufaktúráról, két gyártó, ö, híres német gyártó üzemről szeretnék ö, Említést tenni, illetve pár példán keresztül bemutatni az itt készült porcelánokat. Az előző részben az 1700-as évek környékén jártunk, most folytatólagosan a, az 1700-as évek közepére ugorva egy türingéi kisváros, Schitzendorf nevéhez kapcsolódó porcelángyár termékét, illetve ahhoz kapcsoló tudnivalókat ismertetném, vagy próbálok róla pár szót említeni. Mutatnám is, most hirtelen elsőként a gyár jelzését, a, ami dupla vonal áthúzva keresztbe egy másikkal. Ez viszonylag ö, ö, korábbi jelzése a Sitzendorfi gyárnak, amit ö, tulajdonképpen egy teológus hallgató, teológus fiatalember ö, 1760 ö, 60 környékén 1758-ban, ugye porcelángyártási gyár alapítási engedélyt kért a helyhatóságtól, és amit meg is kapott, így 1658-ban alapította a Sitzendorfi porcelángyártást. Üzemet ez egy kis üzem volt, és nem túl sokáig működött, utána hosszú ideig szünet következett, tehát 1762-ben leállt a termelés, és igazából nem is maradtak fel abból a korból porcelánok, hanem majd csak a, a gyár újraalapítása utáni időszakból 1850-től. És ez a darab, ez utána való időszakban készült, tehát akkoriban voltak ezek a porcelánjelzések, ez a fajta jelzés a használatba. Hát nagyon szép kis barokk stílusú darab. Hát sajnos sérült, kicsit itt-ott. Tehát már ez már restaurálva lett, nem általam. Úgy, ahogy de még azért mindig mutatós darab. És látszik, ugye, hogy aranyozás van rajta, nagyon szép színekkel, és a figurális, tehát a, a figurák nagyon méretűek, alakhűek, nagyon jó ábrázolás, gazdag van színezett, kornak megfelelő témával. Ugye gyaloghintón a, a nemes kisasszony. Ugye, ami akkoriban divat volt, még az 1700-as évek, 1600 évek közepén végén is. Következőként áttérnék egy, egy másik darabra, ami már jellegzetesebb uh, darab, és ezen kis puttók találhatók, ez egy kis gyümölcskosár, porcelánból kialakított rózsa virágokkal, rózsaszirmokkal és rózsa indával, rózsalevelekkel, rózsaszárral. És az alján némi aranyozás, és áttört porcelán, ami azt jelenti, hogy, hogy maga a, a porcelán tál anyaga szabályos módon és eszközzel ki van luggatva, tehát kis rések találhatók rajta. Ez a puttó ábrázolás, ez, és a kis figurák, ezek a legtöbb uh, Sitzendorfi, de nem csak Sitzendorfi, majd a következőkben más uh, cégről is teszek említést, de a Meiseni porcelánokon is megtalálható. De, tehát még egyszer mutatom, a cég jelzése, itt is a, ott sikerülne úgy fordítanom, a dupla vonal áthúzva vagy egyetlen másik vonallal. Ez egy jellegzetes a korai időszakból. Következő darabként pedig egy gyertyatartót szeretnék majd bemutatni. Ezen is a Sitzendorfi jelzés, jelölés jól látható, a kettő keresztben a harmadik vonal. Aranyozás, itt is a rózsafigura figura, rózsaszírmok, hasonló technikával kialakítva. Hát ennek kicsit visszafogottabb a festése, a színei, és itt is puttó figura, tehát egy anya gyermekével, vagy madonna gyermekével a téma. Ez is uh, ugye barokk, barokkos stílus, és ez a gyertyatartónak az alsó része, mert mindjárt megpróbálom próbálom mutatni egészében a, a, gyertyatartót. Tehát itt látható a, a felső rész, egy háromkarú uh, kivitelben. Ez porcelánból készült. Valószínűleg, hogy van benne valamilyen erősítésként valami fémszál, bár nem, ugye nem, nem, vizsgáltam. És itt ugye folytatódik a felső részen is a rózsamotívum, motívum, a virágokkal, Egy kis korrigálás a kamerán. Igen. Tehát függőlegesen áll csak a kamera, nem vízszintes. E, e, hát itt láthatók, hogy a kejhek, amiben a gyertyákat helyezik, ez nem, nem rózsamotívum, ez inkább e, más, talán inkább ilyen görögös jellegű, akantuszleveles figura. Itt is aranyozás látható rajta, és ugye a, a puttó figura az alsó részen. Tehát ez alapján jól azonosítható, illetve a jelzés. És hogyha már róza virág, rózsa dekoráció, akkor következik ez a darab. Ezen szintén hasonló kivitelben, hasonló technikával készült rózsa, levél rózsavirág dekoráció található. A színe színe is majd hogy nem azonos a színvilága. Tehát a rajta található színek. Mutatom szintén visszafogottabb, illetve az áttört fels felső kehely részben e, már e, ugye festés is található. Ez szintén a melyszeniekre és az előbb említett e, Sitzendorfi porcelánokra jellemző, mivel hogy ez a darab, ez nem Sitzendorfi, hanem, mindjárt mutatom a jelzést, valószínűleg sikerül. Igen. Tehát, ha sikerül behoznom. Három, egy cimer pajzsban három töldlevél és fölött egy koszorú. És ez pedig nem más, mint egy 1900-as évekbeli von Schirholz porcelán, ami egy gyár, szintén a türingiai kis településen 1816-ban került alap megalapításra, és a település neve Paue. Ez egy nagyon kis település, Erfurtól kb. 30 km-re Türingiában. Tehát, ha jól megfigyeljük, nagyon hasonló a, a porcelán dekoráció kialakításának a technikája, technológiája. Nagyon vékony kis levélformák, rózsa. Tehát ez egy, egy kedvelt technikai elem. És hogyha már a sírholc porcelánoknál tartunk, akkor még tudok kettő darab igen szemléletes példát mutatni. Szintén a színezése, színvilága hasonló, kicsit élénkebb, nagyon attraktív. Itt már ugye nem, nem rózsák találhatók rajta, de a porcelán áttört kialakítása itt is jó látszik. A színek is hasonlóan kicsit visszafogottak nem túl élénkek annyira. És igen ott a jelzés majd a másikon mutatom azon jobban jobban látszik. Igen az előző jelzéshez, tehát a Schitzendorfihoz nagyon hasonló, viszont itt dupla a keresztező vonalak duplán találhatók. Ez egyébként a nagyon korai mejszenélyeknél is egy időszakban, tehát ez körülbelül az 1860-as évekre tehető ennek a darabnak a készítése, 1860-as, 1870-es, a korai melyszenieken, az 1700-as évek közepéről való, elejéről való melyszenieken ez a dupla ö, keresztező vonalakkal ábrázolt jelzés megtalálható, viszont nem ilyen hosszak a, a keresztnek a, a, szárai, tehát hogy csak egész röviden futnak, és ezzel lehet megkülönböztetni. Egyébként a kivitelezése, tehát a minőségük, szép, szépségük, mutatóságuk vetekszik a mejszeniekkel. Hát talán értékben nem egészen ott vannak, de ez ugye egy dolog. És ezzel végül is a 1800-as évek, 1700-as évek közepétől 1800-as évek közepéig, 1800-as évek végéig terjedő időszakbeli német porcelánokra vonatkozó néhány ismeretet azt hiszem, hogy sikerült bemutatnom. Hát a teljesség igénye nélkül ugye készültek más, más jellegű termékek is, például porcelánból, ké, tehát tükör, fali tükörhöz készült porcelán rámák, amin a, a, a ugye, bemutatott puttó figurának, és a díszítésnek az elemei található, tehát a, a körbe, a, a tükör keretén, kis puttó figurák találhatók, rózsadíszítésnek, vagy rózsa inda dekoráció közepette, illetve még egyéb használati tárgyak. Hát most ebbe a részbe egyelőre ennyi fér bele, és továbbiakban majd valószínűleg, hogy foglalkozok még európai porcelánokkal, úgy a bécsi porcelán műhelyjel, illetve magyar porcelánokkal, illetve majd amennyiben tudok erre példát mutatni a francia limozsi porcelánokról, a spanyol ladró, illetve az olasz Capodimonte termékekről próbálok egy-egy példát mutatni. Hát köszönöm a figyelmet, és remélem, hogy néhány hasznos információval tudtam szolgálni ebben a videóban. Találkozunk a következő részben. Köszönöm a figyelmet!